Tudományos előadás Nyíregyháza első benzinkútjáról Mohácsi Endre történésztől a Szabadság és Haladás című konferencián a Vármegye Székhely termében. Az eseményt Nyíregyháza örökváltságának 200. évfordulója alkalmából szervezték. Az örök váltságnak a témáját nyilván 200 éves, nagyon sokszor feldolgozták, rengeteg könyv jelent meg, és ezzel kapcsolatban ugye Kújbusné doktor Metya Éva tartotta a fő előadást, aki szinte a legnagyobb kutatója most jelenleg ennek a témának. Ehhez kapcsolódóan kerestünk olyan előadókat, akik előadásaikkal tudják színesíteni ugye a, a most az örökváltság 200. évfordulóját, és politikai, gazdaságtörténeti, illetve hallhattunk előadást a magáról a száz évvel ezelőtti centenáriumi ünnepségekről is. A konferenciához kapcsolódóan így ünnepeltünk száz éve címmel kamarakiállítás is nyílt a városházán, amelyen egy közel 200 méter hosszúságú régi filmtekercs digitalizált változatából is láthatnak részleteket az érdeklődők. Bár a film nagy része elveszett, a megmaradt száz éves felvételeken többek között egy benkőbokori esküvő, egy futballmérkőzés és korabeli tűzoltók láthatók gyakorlatozás közben. Itt most, ami látható a kiállításon, az a ennek a filmnek a digitalizált változata, amelynek az első része a 1925-ös Klebersberg Unó látogatása Nyíregyházán, amikor látog, meglátogatta az iskolákat, és a film második részében láthatunk a 24 centenáriumi ünnepségekből bizonyos részeket, tehát a repülőnap, a Levente verseny, Uh, és azt hiszem, hogy ja igen, a, a Tormai-Szeszil uh, uh, fogadása Nyíregyházán, a vasútállomáson körülbelül ennyi maradt meg. A kiállítást és a tudományos konferenciát egyaránt Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta meg. Lényegében azzal nyitottam meg, hogy az az összefogás és az a, az a fellépés, amely a Nyíregyháza akkori lakossága közösen tett meg, az példaértékű, hiszen a felvett kölcsön az igen jelentős volt, amit ki kellett fizetni akkor a károlyoknak 700 ezer rajnai forinttól több, ami több milliárd forintnak felel meg, hogyha ma ezt átszámoljuk, és ez minden családra, aki akkor itt lakott terhet lót. Ez az összefogás azért, hogy előrelátóak voltak, és jól tervezték a város jövőjét, ez nyilván kihat a jelenkorra is, de példaértékű is a mai élő nyíregyháziak számára. A kiállítás megnyitó után az eseményen résztvevők koszorúkat helyeztek el a Kossuth téren álló örökváltság emlékoszlopánál.